Első kérdés. Miért mozognak körülöttem a dolgok? Miért van, hogy huppanást, zörgést, ajtócsapkodást hallok? Más rezgés suhan át, vagy hideg áramlást érzek? Ez akkor fordul elő, mikor valamit találok és felismerem az összefüggést, vagy megértem, amit kerestem épp. Hát ugyebár minden energia, tehát a tárgyak, a mindenféle lények, beleértve az embereket is, az érzelmek is energiák, a gondolatok is, stb. A rádió hullám is energia. Csak azt nem érzékeljük, amikor átmegy a testünkön, pedig átmegy rajta. Van, amin viszont a testünk tud átmenni, és a rádió hullám pedig nem. És ugyebár az egy eszméletlen korlátolt gondolkodás, tévhit, amit szándékosan tettek bele az emberiségbe, vagy hogy mondjam. De ez csak főleg, tehát igazából az 1950-es évektől 1940-es évek vége, 50-es évek eleje, amikor ezt szándékosan, ezt az úgynevezett materializmust, ezt a kőkemény materializmust bele nyomatják szándékosan a emberiséget játszó fényekbe, ugyanis ezt, hogy minden energia, rengeteg sokféle lény van, különböző dimenziók, stb. Stb. Ezt mindig is tudta mindenki ezen a bolygón. Érted? Ugye? Tehát például ugye az indiánok ugye azt mondták, hogy elmegy az örök vadászmezőkre. Mi magyarok, mi is azt mondjuk, hogy elmegy valaki. Tehát sok esetben nem azt mondjuk, hogy meghalt, vagy meghalt, hanem hogy elment. Tehát még bennünk van az igazságnak a csírája, de már csak a csírája. De régen, minél régebbre megyünk vissza, annál többet tudtunk. És most tudunk a legkevesebbet, és most próbáljuk vissza szerezni a tudásunkat. Ezt, hogy mindenféle hangokat hallasz a szobádban, meg mit tudom én, ilyen nálam is volt, hogy recsegett a padló, mintha járna rajta valaki, meg hogy a szekrény belsejéből egy ekkora koppanás, legalább ilyen hangos, de belsejéről, tehát máshogy hangzik, belülről kopogok kifelé, kívülről befele, stb. Ezektől nem kell megijedni, ezt más lények okozzák, de semmivel se rosszabbak vagy negatívabbak, mint te meg én. Érted? Csak nekik nincs ilyen fizikai testük. Most éppen. És így próbálnak valamit jelezni, mert ilyen dolgokat tudnak csinálni. Beszélnek is hozzánk ezerrel, csak mi nem halljuk. Legtöbbünk. Tehát ők például azért vannak itt, hogy így mondjam, mert beleragadtak egy köztes létbe, egy köztes állapotba, már nem kéne itt lenniük. De ugye hála a vatikáni tesóknak, itt maradtak. Viszont, amiről te beszélsz, hogy ez akkor fordul elő, mikor valamit találok, és felismerem az összefüggést, vagy megértem, amit kerestem épp. Ezt írtad. Hát ez egészen más. Ilyenkor te nyílsz ki más dimenziókra. És ugye azt is érzékeled, ami abban a másik dimenzióban történik. És az, hogy írod, hogy más rezgés suhan át. Hát átmegy rajtad egy másik lény.
Ugye a másik dimenzió, ugye mind kettőt egyszerre érzékeled, kicsit abban is, vagy meg ebben is. Érted? Ugyanúgy, mint átmegy rajtad a rádió hullám is, csak épp azt nem érzékeled. Lehet, hogy van, aki érzékeli. Na most, amikor mi nyílunk ki, a tudatunk nyílik ki, ugye például attól is, ahogy írod, hogy felismerem az összefüggést, vagyis átlátsz valamit. A megértés ugye az, hogy átlátod már. Tehát kinyílt a tudatod. Jó, nagyobbra, mint... Tehát nem, nincs annyira összeszűkülve, mint egyébként korábban. És mivel kinyílt, többet érzékelsz. És ez egy érdekes dolog, hogy nem ugyanarra nyílunk ki. Ugye, kit mi érdekel? Tehát van, akit eszméletlenül érdekel, hogy mire gondolhat a másik illető, másik ember, vagy akárki. Van, akit meg egyáltalán nem érdekel. Van, akit az érdekel, hogy mi történt a múltban, vagy mi lesz a jövőben, vagy hogy mi történik az atomban, stb. Hát gondolom, hogy ezért van az, hogy teljesen más és más úgy nevezik, hogy képesség geink szabadulnak föl. Tehát ahogy ébredezünk, illetve amikor egy jobban kinyíltabb tudatállapotban vagyunk, vagy van, aki sajnos úgy nevezi, hogy mélyebb tudatállapotban vagyunk, pedig szerintem inkább úgy nevezzük, hogy magasabban, közelebb áll az igazsághoz. Azért mondom, hogy csak közelebb, mert igazából nincs lent és fent, tehát nincs mélyebb meg magasabb. Ez csak szimbolikus. Tehát valahogy ez rögzült a tudatunkban, hogy a pozitív dolgok fönt vannak, a negatívok meg lent. És akkor ez nagyon mélyen, nagyon, na én is így mondtam, tehát ez nagyon berögzült a lelkünkbe, úgyhogy sok mindent még így is látunk, mert mivel ugye ebben a szimbólumrendszerben gondolkodik a lelkünk, vagy hogy mondjam. Ezt, hogy azt írtad, hogy hideg áramlást érzek, hát ugye a hideg az, amikor ugye neked hűl a tested, az egy energiavesztés. Tehát hideg áramlás, tehát ha találkozunk egy hidegebb energiával, egy alacsonyabb rezgéssel, akkor ugye hűlhet a testünk is, de a lelkünk is. Tehát ez fizikai szinten is megvan, meg lelki szinten is. Ugye fizikai szinten ez úgy történik, hogy mínusz 273 Celsius fokon megállnak a részecskék. Nem rezegnek. Igazából nincsenek is részecskék, de ebbe most ne folyjunk bele. De még annyi erről, hogy ugye másik dimenzióba bele pillant időnként, vagy hát van, aki állandóan is, ugye őket az utóbbi jó pár évtizedbe becsukták elmegyógyintézetbe. Mert mivel ugye materializmus tombolt, materializmus nevű vallás, kitalált vallás, és akik kitalálták, azok nagyon jól tudták, hogy ez nem igaz. Hát mindig is tudták, ugye akik a hatalomban voltak, teljesen tisztában voltak mindenféle most már természet fölöttinek nevezett dologgal. Tehát ez egy szándékos lebutítás volt. Nem szeretem az ilyen
ezekről beszélni, de hogy ez tény, tehát ezt én se hittem, hogy ennyire, de ez... Na, szóval visszatérve a dimenziókra, így nevezem legalábbis én, hogy dimenziók, de nem elég ez a szó, tehát több szó kéne. Van, aki kinyílik a múlt felé. Megszűnnek nála bizonyos, tehát az idő, határok, korlátok, vagy hogy mondjam, és belelát olyan dolgokba, amikbe egyébként nem, vagy mások nem. Azt mondod, hogy ajtócsapódást hallasz. Ez például lehet, hogy ez ugyanott, ugyanabban a szobában történik, csak más időben. Meg az is lehet, hogy te csaptad be azt az ajtót, amit hallasz, vagy te fogod becsapni azt az ajtót. Hát ugye az idő fogalmunk is egy nagyon lebutított fogalom, tehát na ez az, hogy ilyenkor nem tudok megszólalni, mert nem találok rá szavakat, hogy tudják az igazságot, és miért nem azt tanítják az iskolában. Szóval egyszerűen nem találok rá szavakat. Tehát itt az, hogy tudják az igazságot, ezt nem csak a háttérhatalomra értem, hanem fizikusok, minden fizikus tudja. Most ezt nem tudom, hogy mit gondolhat az a fizikus, akinek jár a gyereke az iskolában, és baromságokat tanul fizikából. Szóval nem tudom, hogy nem lövi fejbe magát, vagy... De... Hihetetlen. Jó van. Befejeztem. Ja, még annyi, hogy tehát nem csak az időbeli korlátokat lehet ilyenkor átlépni, vagy átlépődnek, amikor ugye kinyílunk bizonyos, tehát kinyílik a tudatunk, vagy hogy mondjam ezt, hogy érthető legyen, hanem a térbeli határok is megszűnnek. Ugyanúgy, amikor elhagyod a testedet, vagy bárki más elhagyja, akkor megszűnnek ezek a határok, ott tudsz teremni egy pillanat alatt, ahol akarsz. 2000 évvel ezelőtti illető, ő a testével is meg tudta ezt csinálni, hogy teste is ott terem, ahol akarja ő, de ezzel nem volt egyedül, számtalan emberről leírták ezt. Az 1800-as években Carmen Mirabellinek nevezett illető, rengeteg olyan dolgokat csinált, rengeteg helyen ezt bemutatta, tanított ezekről a dolgokról, például a materializálásról is, és amikor erről tanított, akkor egyszer csak megállt, egy más tudatállapotba került, vagy hogy mondjam, ez mindig látszódott rajta fizikailag is, az arcán, és akkor lehajolt, és a padlóból kihúzott egy néger férfi testet. Az ott állt mozdulatlanul, utána meg visszagyömeszölte a padlóba. Tudott teleportálni, amikor ilyen állapotban volt, tehát ilyen tudatállapotban vagy, hogy mondjam, minden nyelven tudott anyanyelvi szinten beszélni mindenkivel. Egyszer egy ismerőse próbára akarta tenni, és összeszedett ilyen csiroki, indián, meg mit tudom én, milyen a legkevésbé ismert nyelveket tudó illetőket, nyelveken beszélő illetőket, és akkor 17-et, és így elvitte az előadására Mirabellinek, próbára tegye, és akkor ugye oda küldte ezeket, hogy na, akkor beszélgessetek a Mirabellivel, az anyanyelveteken,
és mindegyiknek ugyanazon a nyelven válaszolt. Tehát ez nézd, most is élnek ilyenek, ezek mindig is éltek. Érted? Csak ezeket általában üldözték, kinyírták, mit tudom én. Már amelyiket tudták. Ugye Sztálin is begyűjtötte ezeket annak idején, aztán volt, amelyik megszökött a börtönből, mert nem jelentett neki gondot. Wolf Messingnek hívták. Ő bele tudott vetíteni bármilyen képet a másiknak a fejébe, tudatába. Tehát például azt a próbát kapta Sztálintól. Sokat tudnék mesélni, de most csak ezt, hogy vegyen ki egy adott bankból egy hatalmas pénzösszeget. És akkor ezt megtette, most nagyon röviden mondom, és amikor utána visszakeresték, hogy mi is történt abban a bankban, akkor ott megtalálták a csekkek között, találtak egy sima ilyen újságpapír darabot, és ugye ezzel vette ki ezt a hatalmas pénzösszeget, mert belevetítette a bankárnak, vagy minek bankos pénztáros, vagy hogy nevezik azt, bankban dolgozónak, tudatába, hogy ez egy csekk. Meg bármi. Eszméletlen sok mindent mesélhetnék, és tényleg erről ezek állítólag minden ezredik ember ilyen, valamilyen úgynevezett különleges képességgel rendelkezik, de ezzel a 99%-uk nem szokott visszaélni. Tehát ez egy érdekes dolog. Rengeteg ilyen esetleírást olvastam komoly forrásból, és én feltételezem azt, hogy azért nem élnek ezzel vissza, és azért úgynevezett jó emberek ezek, az esetek 99%-ában, mert pont ezért, mert hogy ők nekik azért vannak ezek a különlegesnek nevezett képességeik, mert egyszerűen nyitottabb a tudatuk, mint a többieknek. De 100 év múlva mindenki ilyen lesz a Földön. Vagy 150 év múlva. Érted? Tehát ezek nem egy különlegesnek számító dolgok, hanem a Földön élő az a faj, amit emberiségnek nevezünk, de nem csak ők élnek itt, ilyen emberszerű faj, tehát ők eszméletlen mértékben le vannak butítva, és be van szűkítve a tudatuk. De ehhez ketten kellenek, tehát kettőn áll a vásár. Tehát a háttérhatalom felajánlja a chipset, kólát, tévét, bikaviadalt, szappanoperát, meg hogy álljál be katonának, meg mit tudom én, micsodákat feje, meg ugye a bevásárlóközpont, csillogó-villogó dolgok, csillámpóni, teletabi, mit tudom én, micsoda. Érted? De ezt nem muszáj elfogadni. Érted? Kettőn áll a vásár. Tehát nem rájuk kell haragudni, hanem nézzünk magunkba, hogy mi ezeket elfogadtuk. Jó? Neked is feltehetném a kérdést, jársz ebbe vásárló központba. Veszel egy gyógyszert, veszel-e kólát, chipset, mit tudom én, nézel a szappanoperát, hallgatsz-e híreket, stb. Ezzel mind az ő játékukban veszel részt. És hogyha ezeket senki nem csinálná, akkor ők az égvilágon semmi más hatalmuk, nincs igazi hatalmuk, érted? Nem tudnak veled mit csinálni, ők felajánlanak csillogó-villogó, látszat boldogság forrásokat. És hiába tapasztaljuk, hogy nem vagyunk tőle boldogok, mégis játszunk tovább az ő játékukban. Már akit.